Lassan egy éve lesz annak, hogy átszakadt a MOL Zrt. Tulajdonában lévő Ajkai Tímföldgyár egyik vörösiszap tározójának gátja. 1,6 millió köbméternyi vörösiszap öntötte el a környező területeket, mezőgazdasági földeket, folyókat és több település, Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely egyes részeit. 363 ingatlan rongálódott meg, nagy részüket el kellett bontani. Végül is ez volt az otthonom. Ez 11 lépcső ment fel a házba, és akkor még plusz ideig ez a mezőny része. Ami a lényeg, a hátsó felén tessék itt a parabola antenna, ez a magasságú volt itt a vörösiszap, ezt végig lehet itt látni. Melléképületek az ágy alján volt a vörösiszap. A helyreállításra az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság írt ki pályázatot. A munkát, a károsodott épületek elbontását, az újak megtervezését és megépítését közbeszerzésen a Veszprémber Zrt. Nyerte el. Kolontáron még tavaly évvégén, december 6-án felvonultak az építési területre, Devecserben pedig idén január végén kezdődött meg a kivitelezés. Megépítettünk 109 darab lakóházat komplett közművel, elbontottunk 260 darab károsodott épületet. Június végére komplettan birtokba adással átadtuk a kolontári 21 darab újházat, Devecsert és Somlóvásárhelyet pedig július végével adtuk komplettan birtokba, tehát július végével az újjáépítési területeknek a beruházása az befejeződött. Még júliusban a helyszínen járt a belügyminiszter. Pintér Sándor elégedetten nyilatkozott a látottakról. Példaértékűnek nevezte az összefogást, ami a katasztrófa nyomán megmutatkozott. Kevesen voltak akkor, akik azt mondták, hogy 9 hónap múlva újjáépítjük a területet, újjáépítjük Kolontárt, újjáépítjük Devecsert, és mindenki, aki igényelte, megfelelő elhelyezést fog kapni. Mi elhatároztuk, kormányhatározat született rá, és ezt a kormányhatározatot betartottuk. Október 4-éig, az első évfordulóig örömmel mondhatom, hogy valamennyi embernek a gondját, problémáját, amit a vörös iszap áradat okozott, meg fogunk oldani. Naponta 5-600 ember dolgozott az építkezésen, főként helyi vállalkozóknak adott munkát az újjáépítés. A teljes beruházás során helyi, környéki, megyei kisvállalkozásokra építettünk. Ez azt jelentette, hogy elsősorban devecseri, ajkai, tapolcai, pápai, veszprémi kisvállalkozások kerültek szóba. Nagyságrendileg 100 kisvállalkozásnál is több vállalkozó dolgozott ezen a beruházáson. Én úgy gondolom, láthatóak ezek az épületek, hogy igényesen megtervezett. Én remélem, hogy a lakóknak is az lesz a véleménye, hogy jó minőségben kivitelezett épületeket sikerült nekik átadnunk. Komplettan konyhával, gyakorlatilag egy összkomfortos, kényelmi szinttel készültek ezek az épületek, igényes anyagokból, főtechnikai, tartószerkezeti paramétereik is átlagosnál nagyobb mértékűek. Tehát azt lehet mondani, hogy korszerű lakóházakat építettünk meg. Bízom benne, hogy a lakók is megelégedéssel fogadják majd most beköltözés után. Hellebrand Ferenc szerint a cég 43 éves történetének egyik legnagyobb beruházása zárult most le. Azt mondta, köszönettel tartoznak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságnak és az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központnak is, a tervezőknek, a műszaki ellenőröknek és minden hatóságnak, amely segítette a munkát. Kiemelten a Veszprémi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodájának, mely az építési engedély gyors kiadásával segítette, hogy minél hamarabb indulhasson a munka. A vezérigazgató úgy vélte, az ipari katasztrófa utáni újjáépítés olyan kiemelt beruházás volt, melynek a cég számára a későbbiekben is lesz hozadéka, és más munkáknál referenciaként is használhatják majd.